Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Kisorosziban 2022-ben a Kis Duna ünnepén. Elsőként ünnepéjünk megnyitásaként szeretném, ha közösen elénekelnénk a magyar himnuszt. És így, hogy most már közösen énekeltük a magyar himnuszt egy kicsit emelkedettebb hangulatban, jobban tudunk az ünnepre hangulódni. Szeretném köszönteni dr. Árvavölgyi Béla református lelkészt, Molnár Csaba polgármester urat, Kovács Sándor alpolgármester urat, a képviselőtestület tagjait, a fellépő vendégművészeket és a kedves megjelent lakosságot. Műsorunk folytatásaként fogadják szeretettel a Pesti Zenész Színpad műsorát. Szolnoki Apollónia fog énekelni, az Operaház magánénekese, és Ruzicska László, aki a Madács Színház művésze, fogadják szeretettel műsorukat. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket! Kosztolányi Dezső így ír rólunk, álmában a magyarokról. Álmodtam én is fényes Ázsiáról, hol harcra fú a vágtató magyar. Aranymezőkön jártam messze távol, hol hőssebet piros virág takar. Álmodtam én is, lelkem andalodva sok ezred évbe visszaérezett, és most kósza búzsdalomba megjelentek ősvéreim, ti drágák, édesek. Ím visszatér a régi ihlet, eltűn előlem, ami gyenge szín lett, zokogva zengem, hogy magyar vagyok. És újra látlak daliás nagyok, s könnyes szemem előtt harsogva, búgva vonul el a múlt győzedelme, búja. És ezekre ráválaszolva Bakai Kornél így beszél a dicső múltról. Az ismeri az őseit, aki meg tudja rajzolni az arcvonásaikat, aki fel tudja öltöztetni őket, aki be tudja rendezni a házaikat, aki maga előtt látja az egykori tájat, aki fogalmat tud alkotni gondolkodásukról, aki sejti imájukat, és maga is hiszi a mindenkori Istent, aki végig tudna menni Lóháton, Vereckétől Kordováig, aki tudja, hogy egy népet nem az jellemez, amit róla ilyen-olyan idegenek torzan, hamisan, hazugan feljegyeztek, hanem amit magától tart, és amit magából megtart, amit szent hagyományként őriz és ápol.
Minden népnek saját története van, amely úgy részese az egyetemes történelemnek, hogy abba beleépül. Viszont, ha úgy akarjuk saját történelmünket beépíteni a világ történelembe, hogy ócsároljuk magunkat, ne csodálkozzunk, hogy a világ nem kíváncsi ránk. Mert tudnunk kell, történelmet nem azért írunk, hogy különféle eredetű és értékű adatokat egybehordjunk és látásmódunknak megfelelően csoportosítsunk, hanem azért, hogy irányt mutassunk a ma élőknek. Ezért szükséges időszakonként történelmi látványt készíteni. Ilyen volt a maga korában a fesztikörkép, a Hősök tere szoborcsoportja, a művészeti alkotások garmadája, versek, könyvek, zeneművek, dalok, színdarabok, filmek, ahol az alkotók a magyarokhoz szólnak. Magyarul. Thank you.
Szent István így írt a fiának, de azt hiszem, mindannyiunknak írta. Mint hogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz, keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, mint hogy a hit tettek hiány meghal, sem itt nem uralkodhatnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert te lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja. Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, amelyről beszélek, a következő. Higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőiben, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztván szenvedett, és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangelisták szavával, mint az egyetlen, tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen Istenségben, és kételj hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit, melyben miként Atanáz mondja, ha bárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül. Ha becsületet akar szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet. Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főben járó bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél. Esküvel ne erősködjél, hogy megbünteted. Bizony ez ingatag lenne és mulandó. Mert a bolond fogadalmat megszegi az ember. És ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az eféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd. Az ő megbizatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyas valami kerül eléd, melyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz. Így lesz majd koronád dicséretes és ékes. Amen. Oh,
nyelvében él a nemzet. Ezt nagyon sokszor halljuk, de Juhász Zsolt így próbál erre egyik könyvében rávilágítani. Ha azt kérdezzük, hogy miért, akkor mindig az okokra vagyunk kíváncsiak. Gondoljunk csak a gyerekekre, akiknek az értelme éppen nyiladozik. Ha magyarul tanulnak meg gondolkodni, kapcsolatba kerülni a világgal, évezredek óta ugyanazt a kérdést teszik fel, ez a jelszava a rácsodálkozásnak a világra. Miért? Az apró, nyiladozó értelmek szinte kifogyhatatlanok a mi ez, mi az, miért kezdetű kérdésekből. A mire jövő válaszok adnak megértést az elmének. Így nem csoda magyarul szó szerint magyarázatot várnak tőlünk. Mert a mi nem csak egy kérdés. Ugyanúgy, ahogy szavaink nagy részének réteges jelentése, már válasz is. Mi? Egy személyes névmás. Azt jelenti, hogy itt mindenki és minden, sőt, mindenség, azaz mi. Mintha Istent kérdeznénk. Mi ez? A válasza? Mi? Itt mindenki és minden, azaz mi. Ha a kérdés mi? Az ősi fogalom jeleink válasza ez. M, a minden. I, Isten. Ha a kérdés az, miért? A válasz mindent Isten ért. Ha a kérdés az, mindent Isten ért, a válasz mindent Isten ért. Amikor jól mennek a dolgaink, amikor minden úgy jó, ahogy van, akkor szinte soha nem kérdezzük, hogy miért. Amikor egészségesek, jól lakottak vagyunk, soha nem kérdezzük, hogy miért. A miértek feszegetésére inkább csak akkor kerül sor, ha valami nem sikerül, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk. Ez a miértek természete. Persze, lehetünk kőbiztosak abban, hogy mi tudjuk, hogy mit, miért teszünk. Lehetnek súlyos, komoly indítékaink, elméleteink, tetteink okaira. A válasz a miértre az ősi sugallat szerint mégis ez. Mindent Isten ért. Miért van ez az egész? Te érted? A kérdés, érted? A válasz, érted? Az anyagi világ számunkra nem más, mint ismerős és ismeretlen energiák áramlásának a helyszíne. Ami egészében tökéletes, részeiben pedig törekszik erre a tökéletességre. E törekvés közben folyamatosan tükröződik benne minden gondolatunk és cselekedetünk. Ha nem vesszük észre a világ tökéletességét, az azért van, mert a saját tökéletlenségünk visszatükröződését vagyunk képesek csak felfogni belőle. Mert az Isten nem más, mint áradó szeretet. Az anyagi világ ok és okozat. A mindegy pedig a varázsszó, a tolerancia és a türelem varázsszava. Kérdés, érted? A válasz, érted?
műsorunk végén három rövid gondolatot engedjenek meg, egymásba fűzve. A legtávolabbi gondolat Ady Endrétől érkezik. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, szörnyűek az állathős igék. A csillagszórú éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbe szőtt hitét. És akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. És József Attila nem sokkal később ezt tette, és így írt róla. Mikor nagyokat ütnek rajtunk, milyen jó lenne nem ütni vissza. Se kézzel, se szóval. Világítni a napvilággal, elaltatni az éjszakával, szólni a gyávaság szavával, de sose ütni vissza. Lelkeimmel pörölnöm kéne, s élvén is vagyok most a béke. Kristálypatakvíz csordogál gyémántos medrű ereimben, szelíd fényesség az ingem is béke, béke mindenütt pedig, csak én élek vele. Fölemelnek a napsugarak, Isten megcsókolja minden arcom, és nagy, rakott szekerek indulnak belőlem a pusztaság felé. És ebből a pusztaságba legutóbb, nemrég eltávozott Makovec Imre így gondolkodott felénk. Nem hallok mostanában az életről, az élet szentségéről, a fákról, a tavaszról, az esendő ember igazságáról, büszkeségéről, a mindennapi kenyérről és az igazságról, amelyről nem lehet megfeledkezni. Sokat hallok viszont az írástudókról, a szociális érzékenységről, liberalizmusról, konzervativizmusról, az eszmék szabad áramlásáról, hogy a hír szent, a másság, kirekesztés, köztársasági hazafiság, pozitív diszkrimináció, nemzeti identitás, antalli örökség, kereszténység, demokratikus fogalmakról. Kapcsoljátok ki a tévét. Javítsátok ki a házatok előtt a járdát. Szülessenek gyerekek, meséljetek nekik. Az árkot takarítsátok ki a házatok előtt, hogy a pangó vizet elvezesse. Vegyétek vissza a földjeinket. Ne adjátok el a diófát. Készüljetek. Akárhol éltek, Magyarországon, Ukrajnában, Csecsenföldön, Romániában, Litvániában, a sötétség és a világosság mindig egyensúlyban van. A szép összehasonlíthatatlanul szebb, mint a csúnya. Ne csüggedjetek. Az élet a tiétek. Ez a föld a ti otthonotok. Ez a haza a ti hazátok. Köszönjük szépen Szolnoki Apollónia és Ruzicska László ünnepi műsorát. Nehéz megszólalni ezután, de muszáj lesz. Szeretném felkérni a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politika Tudományi Doktori Iskola hallgatóját, Gyuris Dánielt, hogy most tartsa meg ő ünnepi beszédét. Köszönöm szépen a meghívást.
Ezután a szép műsor után nehéz szavakat találni, de hát természetesen meg fogom kísérelni. Hát amiről szeretnék beszélni, az a győzelem, a hagyomány és az emlékezet. Erről a három dologról szeretnék önöknek röviden egy kis összefoglalót tartani. Az előző műsorban is elhangzott az a kérdés, hogy miért. Miért éppen Szent Istvánra emlékezünk? Miért éppen Szent István az, aki központi helyet foglal el nemzetnek az emlékezetében? Úgy lehet ezt összefoglalni legegyszerűbben, hogyha győzelemmel kezdjük meg ezt a mai kis beszédet, hogy Szent István volt az, aki gyakorlatilag győzelemre vezette saját seregeit, hiszen 997-ben, mikor Géza meghalt, utána egészen gyakorlatilag haláláig, 1038-ig nem volt egyetlen egy olyan év sem, amikor ne viselt volna háborút. És ez a háborúság nem szólt másról, gyakorlatilag, mint a Kárpát-medencének az elfoglalásáról, hiszen hiába volt az Géza idején a magyaroknak a területe, annyi kisebb érdekcsoportra, annyi kisebb részre bomlott, vagyis pontosabban nem csak a bomlás, hanem annyi úr próbálta a saját érdekét érvényesíteni, hogy gyakorlatilag Istvánnak fegyverrel kellett elfoglalnia ezt az országot. És ahogy szépen lépésről lépésre foglalta ezt vissza a saját uralkodása idején, úgy szervezte meg az elfoglalt területeket. Ennek a segítségére hívta gyakorlatilag a kereszténységet, pontosabban ugye a katolikus egyházat, akinek a segítségével tudta ezeket a területeket, ugye a vármegyéket, az természetesen ugye a szekuláris, tehát világi módon szervezte meg, de az egyházmegyékkel, illetve ugye a püspökségekkel, illetve ugye érsekséggel, mint Esztergom, tudta ezt a területet lényegében pacifikálni. Ez volt az ő nagy feladata. És ezt a Kárpát-medencének a visszafoglalását, ezt tudta ő sikerrel, győzedelmesen végrehajtani. Ez volt a belső cél. A külső cél természetesen az, hogy más ne avatkozzon be ebbe a munkába. Ezt is neki el kellett érnie. Nem volt könnyű, hiszen háborúzott mind a lengyelekkel, mind a bolgárokkal, illetve besenyőkkel. És a legnagyobb harcot gyakorlatilag 1031-ben a német-római császárral, második Konráddal vívta. Ez volt talán a legnagyobb győzelme, amivel megvédte az elfoglalt területeket, pontosan a visszafoglalt, a királyságban megszervezett területeket, és egészen a bevonuló németeket lényegében majdnem beengedte Esztergomig, kiéheztetve, a felperzselt föld taktikáját alkalmazva, és egészen utána Bécsig űzte őket, ahon gyakorlatilag a maradék sereget, aki megmaradt, megetette, megitatta, aztán útjára bocsájtotta. Hiszen István nem csak jó hadvezér volt, de hát kegyelmes is. Egyébként mondják, hogy ezt a ütközetet, pontosan ezt a hadjáratot nem csak személyesen István vezette, hanem gyermeke, ugye Szent Imre herceg. Fontos volt az ő házassága is, pontosabban az, hogy ő Gizellát vette el feleségül. Ezáltal a német-római császári családdal került rokonságba. És gyermeke, Szent Imre, ebben a német-római családi leszármazásban a német-római császártól gyakorlatilag csak 5 leszármazásbeli, az utódlásbeni 5. személy lett ennek hatására. Illetve Szent Imrenek ugye bizánci császári családból származó arát szántak, és ezáltal gyakorlatilag a két nagy hatalom, akkoriban a német-római császárság, illetve a bizánci császárság egyesült volna gyakorlatilag Imre segítségével. Nem véletlen, hogy sajnos Imrét ugye vadászbaleset érte a győzedelmes ugye németek ellen, II. Konrád elleni hadjárat után a Bihar megyében. Ezt ugye ismerjük a történelemből, mint az első ilyen híres Vatkan általi szörnyűséges halált. Tehát 1038-ig
István megvédte birodalmát, két gyermekét eltemette, és ettől függetlenül győzelmet aratott. Tehát a Kárpát-medence visszaszerzőjét, illetve felvirágoztatóját ismerjük benne, megszervezőjét. Miért is volt fontos még egyszer a katolikus egyháznak a szerepe ebben az egész történetben? Azon túl, hogy a szervezésben, azon túl úgy kell ezt elképzelnünk, mint hogyha annak idején, de mai hasonlattal élve, mintha az internetet kapta volna meg valaki, vagy ahhoz kapott volna hozzáférést. Hogy miért? Mert gyakorlatilag az egyház őrizte mindazt a tudást, ami a római birodalomból, a régi római birodalomból megmaradt. És az ehhez való hozzáférés volt a kulcsa annak, hogy utána neveljen. Tehát embereket neveljen, ennek az új rendszernek, amit alapított, annak a rendszernek az új személyét kinevelje. Például saját fiának, Szent Imrének a nevelője Gellért püspök volt, akit ugye később ugye szentté avattak. Ez volt maga a győzelem. Utána beszéljünk egy kicsit a hagyományról. Tehát a hagyomány gyakorlatilag Szent Lászlóhoz köthetjük, aki 1083-ban szentté avatta mind Istvánt, mind pedig Szent Imrét, mind pedig Gellért püspököt. Tehát ezáltal nemcsak, hogy legitimálta a saját uralkodását, és összekötötte azt a Szent Istváni örökséggel, de ezáltal egy olyan hagyományt alkotott, amit gyakorlatilag utána egészen lényegében nemzeti ünnepként kezeltek. Kifejezetten nemzeti ünnepként 1771-től tartjuk számon ezt augusztus 20-át, hogy Istvánnak a halála augusztus 15-re esik, tehát nagy boldogasszony ünnepére, de április, valószínűleg augusztus 20-ától, augusztus 20-át tekintjük ennek a nemzeti ünnepnek. Még egyszer, hogy a tradíció. Ebből 1938-ban lett hivatalos nemzeti ünnep. Tehát már ebben már a 20. században. És miután ez azzá lett, ezután tudunk átevezni a következő pontra, az emlékezetre. Miért is fontos ez az emlékezet? Pontosan emiatt, hiszen gyakorlatilag, amit itt meghallgathattunk beszédeket, illetve a gyönyörű szép műsort, tehát ez is önmagában ennek a sikernek az emlékezete. Mert gyakorlatilag magyarnak lenni ebből a szempontból nem csak egy feladat és kötelesség, de egy győzelem és egy siker irányába vezető út is lehetne. És erre emlékezünk augusztus 20-án. Erre a győzelemre, sikerre, hagyományra, illetve pedig arra a képességre, arra a szervező képességre, ami minden kinek megadatik, amit hallottunk az előbb is, ha csak nem, akkor legalább a saját portánkon rakjunk rendet jelleggel. Mondhatnánk, hogy ez az emlékezet, ez olyan, mint amikor a régészek egy törött edényt próbálnak összeállítani, restaurálni. Vannak részei, amit nem ismerünk. Ezeket pedig kiegészíti ugye a restaurátor. És ez a nem ismert részek az, amitől érdekessé válik az egész történelmünk. Hogy ezeket a kis részeket ki hogyan pótolja, ki hogyan színesíti. És itt egy ilyen műsorral, hogy Kisoroszban, egy községben összejönnek az emberek közösen, békében, meghallgatnak egy műsort, elgondolkoznak, üzeneteket hallgatnak, meg a gyermekeknek átadják ezt a tudást, elgondolkoznak rajta. Ez is hasonló, mint amikor a restaurátor kiegészíti az ismert részek közötti kis hézagokat. Ezáltal köti össze a már szépen ismert kis cserépdarabokat, egy edényé. És ebben az edényben tudjuk összekötni, ebben az edényben van benne mindenünk, amivel gyakorlatilag a lelkünk táplálkozik. És ezért fontos, ezért tartom fontosnak ezt az augusztus 20-ai ünnepet. Ehhez kapcsolódnak természetesen a különböző rítusaink. Rítus, mint a Szent Jobb körmenet. Rítus, mint a himnusznak az eléneklése. Rítus, ez, amikor összejövünk így. Vagy pedig, amikor esetleg emlékművek körül állunk, és ott történik a megemlékezés. És ezek a rítusok, vagy akár a tisztavatás a Kossuth téren, amikor átadják a kardot az ifjú tiszteknek, hogy ezzel védjétek meg Magyarországot, amit karddal szereztünk, és karddal védünk meg, hogyha arról van szükség. De alapvetően a béke mindenkinek a célja. Ez lenne a Szent Istváni örökség, és ez az a közös
történetünk, amit próbálunk minden évben újra és újra elmesélni, újra és újra átélni, és egy kicsit jobban átgondolni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok! És most szeretném felkérni dr. Árva Völgyi Béla, a református lelkészünket, hogy szentelje meg az új kenyeret, majd utána Molnár Csaba polgármestert szeretném felkérni arra, hogy a megszentelt kenyeret pedig megszegje. Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szám hirdesse dicséretedet. Jeremiás könyvének 17. részéből szól az ige, az Istenben bízó élete. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint bofor a pusztában. Nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyói kereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld van. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelen termék gyümölcsét. Íme minden az élő Istennel való kapcsolatunkon múlik, így köszönhetjük meg minden falat kenyérben az ő törődését és áldását, és így kötelez is bennünket minden falat kenyér arra, hogyha szeretnénk boldog és békés jövendőt, akkor azt őtőle kérjük, ő nálad keressük. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy erre a mai ünnepre két ajándékot is készítettél a számunkra. Először is azt, hogy van mi kenyerünk, és ha nehéz is volt a mezőgazdaság sorsa az elmúlt hónapokban, mégis megtartottak a munkálkodókat, úgy tűnik, hogy lehet kenyér az asztalunkból a következő évben is. Köszönjük ezt neked! Másrészt pedig nagyon köszönjük a meghallgatott imádságot, azt, hogy vége nem 40 fokban kell ünnepelnünk, hanem íme felhők vannak a földjeink fölött, és még az eső is eseget. Végtelenül hálásak vagyunk neked azért, mert te imádságot meghallgató Úr vagy. Kérünk, hogy áld meg ezután is azokat, akik a mindennapi kenyerünk előállításán munkálkodnak, növénytermesztőket, állattenyésztőket, gyümölcstermelőket. És kérünk, hogy áld meg családjainkat is, hogy mindenkor kérjük tőled és fogadjuk el tőled a mindennapi betevőt. Kérünk, hogy áld meg egész nemzetünket, minden magyar embert, határokat, mindent is Úr. Kérünk, hogy legyél mindannyiunk üdvözítője az Úr Jézus által. Te legyél az, aki száraz esztendőkben is megtartasz minket, hogy erős lélekkel hordozva a nehézségeket, a te mindezként békességben jelessünk. Ámen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunknak a megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mind örökkön. Molnár Csaba, polgármester úr, megszegi a megszentelt kenyeret. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm az eljött kisoroszi polgárokat, vendégeinket és mindenkit. Először is engedjék meg, hogy köszöntsem a református lelkipásztorunkat, Árva Völgyi Béla lelkipásztort. Köszöntöm Gyuris Dániel urat, aki a ünnepi beszédet tartotta, Gyuri Zsuzsanna vezetővonő asszonyt, Rácz Gábor díszpolgár urunkat, a megjelent képviselőket, ebből nem sokat látok, és mindenkit még egyszer, aki eljött a mai napra. Nem készültem a ünnepi beszéddel, természetesen a Gyuris úr gondolatai megmozgatták a fantáziámat egy kicsit, illetve az a műsor, ami előtte volt. Nem szeretnék különösebb részletbe belemenni, de azon gondolkodjunk el egy picit, hogy hajlamosak vagyunk könnyen átlépni azon a kérdésen, hogy 1000, 1038, 995, ilyen számokról beszélünk.
Mikor alakult a magyar állam? Mikor élt István király? Érdemes azt végig gondolni, hogy amikor ez volt, akkor nem volt Ukrajna, nem volt Románia, nem volt Szlovákia, Magyarország volt. És azért kell megtenni mindent, hogy Magyarország legyen, maradjon és fejlődjön. Ez nagyon fontos. Tisztelettel köszöntöm, vagy köszönöm azoknak, akik a műsor megszervezésében részt vettek. Pici problémát okozott az időjárás, bár egyetértek a eső jelentőségével mindenképpen. Úgyhogy átkódoltuk a rendezvényt. A hivatal dolgozói közül különösen sokat dolgozott Hurainé Szabó Mónika, Schumacher Tamás, Székelyhéti Dániel. Köszönöm a munkájukat. A civilek közül külön kiemelném a Kakaó Egyesületet, Sáfordó Mónikát és csapatát, akik fantasztikusan segítik ennek a rendezvénynek a sikerét, illetve Rokó Borsolyát, aki a gyerekprogramokért felelős. Kérem, hogy figyeljék a továbbiakban is a napi eseményeket. Megpróbáltuk méltó módon megszervezni ezt a mai ünnepséget. Csak emlékeztetőül mondom, hogy minden olyan program, ami kint lett volna megtartva, itt a művelődési házba kerül megtartása, így a délutáni operettműsor, a bábműsor, a táncház, ez ezt követő diszkóprogram is minden itt lesz megtartva, a halászléfőzés pedig klasszikusan a Dunaparton nem megvalósítható, ezért a halat itt kezdjük elosztani, aki akarja, itt főzi meg, de máshol is megfőzheti, ebben nincsen semmi különös. Úgyhogy engedjék meg, hogy még egyszer tisztelettel megköszönjem azt, hogy eljöttek. Köszönöm mindenkinek, a szervezőknek a munkát, és akkor most valóban megvágom Kis Olaszi kenyerét. Amit szintén megköszönök a Péknek, illetve aki megsütötte. Itt köszönöm a segítséget Kuruzsának, aki ezt a kenyeret megsütötte nekünk. Úgyhogy akkor megvágnám. És az ünnepi műsor megnyitóját, tehát nem az ünnepi műsort, az egész ünnepséget, hanem a megnyitót zárjuk a közösen énekelt szózattal.